Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Mai vendégünk Pogrányi Lovas Miklós, a 21. század intézet kutatója, aki egyébként filozófiával is foglalkozik. Állandó vendégünk Bodor György atya, az Zugligeti Szent Család plébánia plébánosa, én Árai Szabó Gábor vagyok. Mai témánk Molnár Tamás, filozófus és esszéista körül fog forogni, a beszélgetés ezt fogja körüljárni, az ő munkásságát és az ő gondolatait, mert úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert igen kevés olyan hatásos és megalapozott tudással rendelkező filozófus volt az elmúlt 20 évben, vagy az elmúlt 50 évben Európában és nemzetközi szinten, aki sikerrel vette fel a versenyt a liberális gondolatok özönével szemben, és azt hiszem, hogy Molnár Tamás ilyen volt. Ki volt Molnár Tamás tulajdonképpen? Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Molnár Tamást mi magyar filozófusként tartjuk számon. Erre jó okunk van, hiszen Budapesten született 1920-21-ben, és hosszú ideig élt Magyarországon is, illetve számos írásművet magyar nyelven alkotott meg. Egyébként őt a világ Thomas Molnár néven ismeri, és ez nem véletlen, ugyanis az Egyesült Államokban futott be karriert. Nem tudom, mennyire részletesen ismertessem az életútját, elég csak néhány mondatban. Csak röviden, tehát inkább a művei érdekesek. Világos. Az ő személyiségének a fejlődése szempontjában nagyon fontos az, hogy ő Erdélyben, pontosabban Párciumban élt kisgyerekkorában. Ott végezte az általános iskolát, illetve a középiskolát. Emiatt, mivel Trianon után vagyunk, és román fennhatóság alatt volt Párcium akkor, illetve ma is, ezért a magyar nyelvet, az akadémiai szókincset ő neki nem állt módjában elsajátítani a középiskolás korában. Úgyhogy ő a Pázmány Péter Tudományegyetemre emiatt nem tudott bekerülni. Viszont mivel jól tudott románul, és tanult franciául is, Brüsszelben ott viszont felvették egyetemre, és el is végezte francia, illetve történelem szakon az egyetemet, és egy kiváló francia nyelvtudásra tett szert. Úgyhogy a második világháború azért rendes fönnakadást okozott az életében, szüleit elvesztette, akik a bombázások alatt haltak meg Budapesten, bombatámadásban a saját lakásukban. Ő pedig kalandos úton végül lediplomázott, majd kikerült az Egyesült Államokba, és ott a Decline of the Intellectual, tehát az értelmiség hanyatlása című művével került be az amerikai konzervatív mozgalomnak a fősodrába. Magyarországon a rendszerváltozás idején kezdett ismerté lenni, akkor kezdett egyre több esszét publikálni, sajtóban könyveit fordították, és hát mindannyian, akik érdeklődünk ilyen témák iránt, láthattuk, hogy ő erőteljesen bírálta a modernitást, azt hiszem joggal. Igen. Ő valóban 90-től kezdődően rendszeresen publikált a Havi Magyar Fórumban mindenek előtt, tehát a Csurka Istvánnak a folyóiratába, illetve rövidebb kis esszéket is közölt napilapokba, az Új Magyarország nevű jobboldali napilapban, amely később beolvadt a Magyar Nemzetbe. Igen, és akkor tulajdonképpen hogyan lehetne összefoglalni az ő nézeteit, amik eléggé konzekvensek és hát jól áttekinthetőek. Nem szerette ezt a mai világot, azt hiszem vannak mások is rajta kívül, akik így éreznek, de ő ezt igen alapos és logikus érveléssel támasztotta alá ezt az érzést. Így van. Arra nem mernék vállalkozni, hogy a gondolatait röviden összegzem, mert óriási a bibliográfiája. Az első komoly könyve az a Bernanosról írott doktori disszertációja, és utána számtalan kiadványt jelentetett meg. Ezek vastagok, vagy vékonyabbak, vagy film? Na hát van vékonyabb is, vastagabb is. Az ő igazi műfaja az a nagy esszé. Ez a konzervatív nagy esszé, ez egy jellegzetes
műfaj az Egyesült Államokban, Franciaországban, Nagy-Britanniában is. Ez ilyen több száz oldalt is kitehet egy ilyen írásmű. De alapvetően erre a 150-200 oldal, körülbelül ilyesmi teredemű művek az a leggyakoribb nála. Élete során azt nem mondanám, hogy a nézetei alapvetően változtak volna, de voltak hangsúly áthelyeződések. Tehát fiatalabb, inkább úgy mondom, hogy ilyen fiatal középkorú korában konzervatívként határozta meg magát, ezt a jelzőt sokat használta, illetve utólag is eként minősíthető mindenféle probléma nélkül. Aztán elérkezett az életében egy bizonyos szakasz, amelyik számos konzervatív szerzőt utolszokott érni, bejelentette, hogy már pedig ő nem konzervatív, hanem, és akkor itt mondanak valamit helyette, őnála a jobboldaliság jelentette ezt a kifejezést. Ennek az okai szerteágazók, de az egy fő oka az, hogy az amerikai úgynevezett neokonzervatívok, azok sikerrel kisajátították a konzervatív jelzőt, és elég nagy hatékonysággal le is járatták. Na most addig, ameddig a Russell Kirk féle ókonzervatív vonal határozta meg az amerikai konzervativizmus fővonalát, addig nem volt gond ezzel a jelzővel. Viszont onnantól kezdve, hogy ez a erősen pénzügyi szemléletű, külpolitikai hangsúlyú, bevándorláspárti, volt trockistákból álló baráti kör rátenyerelt, rátenyerelt az amerikai konzervativizmusra, innentől kezdve őnek ez már büdös lett. Persze ez némiképpen túlzás, hiszen nem csak amerikai közönségnek írt ő, de abban az időben ez volt neki talán a legfontosabb felvevő közege. Mindez úgy, hogy ő az Egyesült Államokban mindvégig kívülállónak érezte magát. Ennek a kívülállóságnak az egyik lenyomata az Európa zárójelben című könyv, amelyikről ma beszélgetünk. A másik lenyomata az Amerikanológia. Ez is ebben az évben, 2022-ben jelent meg. Illetve most rendezünk sajtó alá még egy kéziratot, amelyik ugyanezzel a problémával küszködik, de azt később írta, az egy kiérleltebb szöveg. Tehát volt egy ilyen... És miért érezte magát kívülállónak? Azért, többszörösen kívülálló volt. Egyfelől ő közép-európai volt, magyar volt és közép-európai volt, mint budapesti és mint párciumi ember. Aztán pedig a frankofon kultúrája miatt is kívülálló volt. Tehát egy nagyon erős európai gyökerekről beszélünk, európai szemlélet szerint élte le életének az első harmadát, és úgy jutott ki az Egyesült Államokba, amelyik ebben az időben próbált meg első ízben már látványosan elszakadni az európai gyökereitől. Kulturális értelemben, politikai értelemben, persze ezen már réges-rég túl vagyunk. De azt, hogy az Egyesült Államokban felütötte a fejét egy olyan hatékony, erős mozgalom, amelyik azt mondta, hogy amerikai teljesen önálló fejlemény, és nincsen köze Európához, ez azért addig ismeretlen volt, vagy egy kisebbségben lévő álláspont volt. Tehát sosem tagadták azt, hogy nekik vannak közös gyökereik velünk. Viszont az az őrültek háza, amit ma látunk az Egyesült Államokban, annak a gyökerei a második világháború utáni tendenciákra vezethetők vissza. Mi történt ebben az időben? Fölmerülhet a kérdés a kedves hallgatókban. A frontról visszajött rengeteg amerikai katona. Ők vagy szellemileg, vagy lelkileg, vagy fizikailag meg voltak rokkanva, valamit kellett velük kezdeni. És az akkori amerikai politikai elit úgy döntötte, hogy tömegével beiskolázza őket. Megnyitották a college-oknak és az egyetemeknek a kapuit, és oda beözönlöttek azok a hallgatók, akiknek nem volt meg a megfelelő megalapozottsága a felsőfokú stúdiumokhoz. Ez a jelenség Magyarországot a 90-es évek végén, 2000-es években érte utól, amikor a felsőoktatás elveszítette az elit jellegét. Az amerikaiak a 40-es évek végén, 50-es évek elején szembesültek ezzel a jelenséggel. Tehát itt egy olyan, ez természetesen együtt járt nem csak a szellemi színvonalnak a erodálódásával, hanem az egész amerikai életérzés teljesen megváltozott. Tehát új társadalmi csoportok jutottak lehetőséghez, szintet lépett a feketéknek a egyenjogosítása, úgyhogy ez egész Amerika felbojdult akkor.
Persze ez nem új, hiszen Amerikának a lényegéhez tartozik, hogy mióta kiáltották a függetlenségüket, azóta állandóan felbojdulnak, és néhány évtizedenként megpróbálják újra alapozni a saját társadalmukat, újra kötik a társadalmi szerződést, ahogy Molnár Tamás fogalmaz, és mindenkit megpróbálnak integrálni. De aktuálisan az a generáció, amelyik az egyik ilyen nagy felbojdulást megéli, az mindig ilyenkor megemlékezik arról, hogy Amerikát valami naggyá tette. Valami naggyá tette, ami most veszélyben van, amiből most megint elveszítünk egy darabot. Szemünk láttára ugyanez a folyamat zajlik le. Ugye láttuk a Donald Trump-féle kormányzás végén, hogy a demokraták, illetve a mögöttük álló pénzhatalmi erők hogyan támogatták, finanszírozták azokat a destruktív erőket, amelyek káoszba taszították az Egyesült Államokat. És Donald Trump, akinek inkább a hangja volt nagyobb, mint a cselekvő képessége, nem tudott úrrá lenni ezen a káoszon. Mentségére mondom, hogy az amerikai elnöknek nincs olyan erős ráhatása az amerikai rendőrségre, mint mondjuk a magyarnak. Tehát nincsen, lehet, hogy van atomtáskája, de atomot nem lehet ledobni a saját lakosságunkra azért, hogy megfékezzük őket. A finomabb eszközök pedig egyszerűen nem az ő hatáskörébe tartoznak sok esetben. De tény, ami tény, a Trump-féle kormányzatot elsöpörte ez a progresszivista rezsim, amiket most látunk, és amelyik növeli a káoszt a világban azóta is. Na most ezeket a dolgokat Molnár Tamás történelmi perspektívában volt képes szemlélni. Tehát rá tudott arra mutatni, hogy mindezeknek a jelenségeknek hol vannak az előzményei. Megmutatta, hogy mi az, ami a reneszánszból származik, mi az, ami a reformációból származik, mi az, ami a modernitáshoz köthető, és ezeket egy olyan egységes történelmi vízióban tudta az olvasó elé tárni, ami közérthető olyan ember számára is, aki mondjuk nem bölcsész és nem végzett. Politológus. Igen, nem politológus, nem filozófus, nem teológus, és mégis úgy tudott beszélni vallási, politikai kérdésekről, hogy ezt megérti egy intelligens, művelt műszaki ember, egy vegyész, egy akárki. Tudunk-e valamit az ő vallásosságáról, vagy vallási gondolkodásról? Hát éppen most nem akartam kérdezni, jó, hogy mit tudunk a kiértelmezi a Szentírás című kérdéséről, mert ezt föltette ezt a kérdést, és úgy tudom, hogy a második vatikáni zsinatot nem igen kedvelte, tehát úgy érezte, hogy akkor azért fontos. Hát konzervatív gondolkodó. Igen. Igen. Molnár Tamásnak a szülei is katolikusok voltak, sőt a nagyszülők is. A fölött nem tudjuk pontosan, hogy a család milyen felmenőkkel rendelkezett, de azt tudjuk, hogy több generáció óta egy katolikus családról beszélünk, és Molnár Tamás is azt a fajta katolikus konzervativizmust képviselte, amelyik a II. Vatikáni zsinattal és azután kisebbségbe szorult, és folyamatosan indokolnia kellett a saját létjogosultságát. Ma már egy alig pislákoló, kisebb, tulajdonképpen egy ilyen ellenkultúrát képvisel, vagy egy fajta radikális hagyományelvűséget az egyházon belül létezik, és van ereje, de a modernista része az egyháznak az sokkal erősebb, mind hatalmi szempontból, mind létszámát tekintve. Tehát Molnár Tamás egy régi vágású konzervatív volt, fogalmazhatunk így, és nagyon kemény bírálója volt a reformációnak. Ez nem azt jelenti, hogy önálló köteteket szentelt ennek, és negatív hangnemben közelítette meg ezt a kérdést. Tehát nem egy ilyen támadó, bántó jellegű eszéista volt. Lásd, nagyon szeretik őt a protestáns testvéreink is olvasni, tehát hogy nem tobzódott a negatív jelzőkben, meg nem volt egy ilyen visszájszító ember, de kíméletlen őszintességgel rámutatott arra, hogy a reformáció az bizony a liberalizmusnak az elődje. Hát igen, ezt többen mondogatják, hogy nem csak a francia forradalomra datálhatjuk vissza a liberális óriási indulását. Óriási tévedés a francia forradalomnál kezdve. Hanem még korábban a reneszánszban. Hát ha valaki elolvasta Benvenuto Cellini önéletírását, akkor tudja, hogy miről van szó. Tehát egy igazi, mai, csakis egóval rendelkező, mindenkit letaposó, ugyanakkor nagyon tehetséges ember. Az volt az igazi reneszánsz ember, utólag azt mondták. De azért,
hagyj vitatkozzam egy kicsikét Molnár Tamással úgy képzeletben, mert a második vatikáni zsinat szerintem nagyon fontos lépés volt, ugyanis hát változik a világ, és akkor ennek megfelelően az alap tételei a hitünknek azok sose változnak, tehát örökké valóak, de azért sok mindenben változunk, és akkor kell változtatni például a szertartás olyan módon, hogy nem a szentély felé fordul a pap, hanem a hívek felé fordul a pap. Azért az egy fontos változás volt, ugye, Gyuri atya? Hát igen, de a konzervatívok azt mondják, hogy Isten felé kell fordulnunk, tehát, hogy nem a nép felé, hanem a szent cselekmény áll a középpontba. És hát most tényleg itt az egyházban úgy érzem, hogy reneszánszát éli ez a fajta gondolkodás. Tehát most igen, most van Magyarországon. Nagyon sokféle megközelítés megfér egymás mellett párhuzamosan. Én például személy szerint a tridenti rítusú misét nagyon szeretem. Amikor van rá időm, meg lehetőségem, akkor szívesen megyek tridenti rítusú misére. De elismerem, hogy a szélesebb néptömegek számára sokkal nehezebben befogadható, ami ott zajlik. Mondhatnám úgy is, hogy még 15 éves koromban biztosan nem vettem volna részt ilyen misére, sőt nem is jártam tridenti rítusú misére. Azt is el kell ismerni, hogy a kereszténység, a római katolicizmus nem azonos az európai római katolicizmussal, tehát az egész világ számára szól a küldetésünk, és bizony sokféle rítus kialakult már menet közben. A katolicizmus akármerre jár, mindig inkulturálódik, mindig magába olvasztja azt a közeget, ahova beteszi a lábát. Gondolhatunk itt egészen extrém példákra, mint a guatemalai indiánok, akiknek volt az a pogán rítus, hogy fölcsörlőzték magukat a levegőbe, és ott pörgették magukat körbe-körbe, így vezekeltek valamiért, és akkor megtérítették őket az atyák, akkor azt mondták, hogy hát ha nem bírjátok abba hagyni ezt a pörgetést, akkor legalább pörgessétek magatokat Isten nagyobb dicsőségére, és végül is ez egy ilyen nagybőti rítus lett náluk. Hát azért megnézni, hogy Magyarországon valakinek kampót döftének a hátába, és főznek a levegőbe, azon az alapon, hogy vezekeljen, hát nem tudom, hogy mennyire lenne népszerű. De mondhatok kevésbé extrém példát, a szőkehajú, kékszemű Szűz Mária ábrázolások Magyarországtól kezdve nyugat felé bármerre. Tehát a katolikus egyház sokszínű. A hit letétemény az állandó, és ez biztosítja a mi erőnket, és azért tudunk fennmaradni. És Molnár Tamás hogyan fejezte ki? Azt hiszem több írása is foglalkozott ezzel a témával. Bizony, számtalan könyvet írt erről, de ami tőle megfontolandó, egyebek között számomra nagyon fontos gondolat, inkább így mondanám, az, hogy zajlik egyfajta ellenkulturális forradalom a világban, amit a progresszió motorja hajt előre. Ő ezt forradalomnak nevezte, tehát egy nagy F felírva, az a bizonyos nagy forradalom, amelyik zajlik a reformáció óta, a liberalizmus óta, a bolsevizmus óta, amelyik állandóan át akarja alakítani a világot. Nincsen célja, nagy célja, csak mindenféle célkitűzése, és ennek alapján állandóan át akarja alakítani a világot. A Jobb és a Bal című könyvben ír erről remekül például, vagy az Ellenforradalom című művében. Nos, tehát van ez a nagy progresszív mozgalom, amelyik mindent bedarál, mindent maga alá söpör, és ez az egyházat is átalakítja. Az egyház pedig mindig olyan, mint az a kor, amiben él. És az, hogy mennyire engedjük be a várfalakon belülről ezeket a megújulási igényeket, az azért mégiscsak rajtunk múlik, illetve a papságon, még inkább a felső papságon. És hát most elterjedt, ami engem egyre inkább foglalkoztat, és ezt már itt is beszéltünk róla, külön műsor is volt erről, az általam liberál kereszténységnek nevezett irányzat, ami most például Nyugat-Európában, Németországban már kísértetiesen hasonlít a nem csak eretnekséghez, hanem a teljes vallástalansághoz és a katolikus keresztény jelképek teljes kiforgatásához. Bolondmisét tartanak, mert hát azért minden jó, és talán úgy fogalmazhatjuk a változást, hogy a két fő parancs közül, ami az első, szeresd uradat, Istenedet, és csak neki szolgálj, a második, szeresd fele barátodat, mint te magadat, fölcserélik, és a krisztusi parancsot teszik első helyre, és ráadásul itt Jézus Krisztusnak az a fő dolga, hogy engem jól tartson.
A második, hogy én aztán felelősséggel tartozom Istennek, és az egész életemmel, hát ezt kell, hogy szolgáljam, az elsikkad, sőt el is tűnik. Úgyhogy ez már Magyarországon is észrevehető sok mindenkinél. Nem tudom, hogy Molnár Tamás ezt hogyan fogalmazta, mert nyilván foglalkozott ő is. Igen, igen, érzékelte a problémát. Amit te liberál kereszténységnek hívsz, azt elég alaposan megvilágítottad, hogy mit értesz ez alatt. Ő nem ezt a kifejezést használta. Egyébként a liberalizmus és a kereszténység kapcsolatával foglalkozott, de azt is látni kell, hogy a liberalizmus teljesen mást jelentett kezdetekkor, mint most. Akkor még. Tehát azért a liberalizmus is úgy indult, mint a legtöbb politikai ideológia, hogy a keresztény társadalmi tanításból kisajátított magának néhány alapelvet, azokat dogmává merevítette, abszolutizálta, és ezeknek a rovására háttérbe szorította a kereszténységnek a többi gondolatát. Tehát ha megnézzük, hogy mi a liberalizmusnak az alapvető dogmatikája, akkor ott olyan dolgokat fogunk találni, mint például a szabadságnak a gondolata. Hát ez honnan ered? A liberálisoknak a szabadság gondolata az honnan ered? Az, hogy felelősséggel tartozunk a saját tetteinkért, és szabad akarattal rendelkezünk, bocsánat. Bibliából. Igen, tehát ez nem John Locke találta ki, meg nem a John Stuart Mill. Ez az egyik. A másik az, hogy az embernek joga és kötelessége kibontakoztatni a benne lakó tehetséget. Ez a talentumos példabeszédből ismert kell, hogy legyen nekünk. Tehát a liberális gondolkodóknak olyan értelemben nem voltak önálló gondolataik, mint ahogy szeretnének erre visszaemlékezni a követőik. Viszont azzal, hogy az egyént helyezték a középpontba, és azt mondták, hogy már pedig én döntöm el, hogy mi a helyes és mi a helytelen, az én lelkiismeretem szab irányt kizárólag a tetteimnek. Ez a lényeg. Ezzel válságba taszították az aktuális egyént, igen. És bomlásnak indult az egész európai kultúra. Igen. Hiszen, hogyha én vagyok, aki a végső döntést meghozom, akkor a saját önző érdekeim miatt én mindig a magam javára fogom interpretálni a körülöttem zajló eseményeket, a világot, a konfliktusokat és minden egyebet. Abban a pillanatban, ha kiiktatom a tekintélyt, akihez elmegyek gyónni, akitől elfogadom a jó tanácsot, akitől útmutatást kapok, abban a pillanatban ez egy csúszós lejtő. És mivel ezt nem tudtuk időben megállítani, most már ennek isszuk a levét azóta is. Az a fajta tendencia, amit az előbb te liberál kereszténységként meghatároztál, én azt a liberális jelzőt én abból elhagynám. Tudom, én egy kisebbséghez tartozom ezzel, mert szerettem a fogalmakat történeti értelemben használni, igazából ennek semmi köze nincs már a liberalizmushoz, a kereszténységhez még kevesebb. Itt progresszivizmusról van szó, arról van szó, hogy az aktuális divatot azt majmolni kell feltétel nélkül, csak azért, mert nyugatról jön, és azt be kell olvasztani a saját életünkben. Sajnálatos módon német testvéreink élen járnak ebben, de valami azt sugja nekem, hogy ez előbb-utóbb változni fog. Hát. Szeretném még, bocsánat, megkérdezni, Miklós, hogy az ő írásaiban csak ilyen filozófiai jellegű problémafelvetés van, vagy megoldások is találhatóak? Legritkább esetben mond megoldásokat. És egyébként ez nem csak neki, hanem a konzervatív szerzőknek az egyik legnagyobb problémája szerintem. Legalábbis ha nekem kritizálnom kell őket, én mindig ezt mondom, hogy nagyon pontosan, nagyon ügyesen, frappánsan elemzik a helyzetet, nagyon jól rámutatnak a visszásságokra és azoknak az okaira, de képtelenek az asztalra letenni épkézláb megoldási javaslatokat. Egyébként megjegyzem, és ennyiben azért megvédem őket, hogy nem, ez azért is van, mert hogy konzervatívok, és nem gondolják, hogy a bölcsekköve az ő zsebükben van. Például Russell Kirknek volt az a szokása, minden írásában, vagy a legtöbb írásában azt mondta, hogy tanulmányozzuk elődeinknek a bölcsességét. Ott van a számtalan, kiváló szerző, most csak, hogy hirtelen mondjam, Aquinói Szent Tamás és Szent Ágostontól Szent Tamásig és a rájuk épülő egész könyvtárnyi irodalom, és ennek alapján hozunk bölcs belátást. Tehát ne azt várjuk el egy filozófustól, vagy egy politikai elmélet alkotótól, hogy ő taxatíve megmondjuk nekünk, hogy 1-10-ig mit kell csinálni, és hogyha ezt végrehajtjuk, akkor jön a Kánoán, hanem azt mondja, hogy az emberi természet örök, a bűn mindig velünk van, mert romlottak vagyunk és esendőek vagyunk, cselekedjünk bölcsbelátásunk szerint, és nagyon fontos, hagyjunk
teret a gondviselésnek, hogy ő is cselekedjen az életünkben. Igen. Ezt individualista módon csinálja, mindenki kitalálja a megoldást, vagy... Nem, hát nyilván értem a provokatív kérdésedet, nyilván az emberi közösségeknek óriási jelentősége van ebben. Hát pont ezek bomlása jelenti a problémát, szerintem igen, a probléma gyökerét. Tehát ami nyilván nem is kérdés, az egyház és a család, mint olyan alapintézmények, amelyek az egyénnek a helyét a világban kijelölik, de az angol szászok még nagyon hisznek az intézményekben is, amelyekről azt gondolják, hogy azokat évszázadoknak a bölcsessége forraltak és hozta létre. Mi magyarok nem állunk ilyen jól ezzel a dologgal, mert mi rajtuk a történelem keresztbe kasul átment párszor, tehát a magyar konzervativizmus pont, hogy intézményeket hoz létre jelenleg, amelyek tudják állantósítani az értékrendünket, de a britek vagy az amerikaiak több-kevesebb joggal úgy gondolják, hogy az ő alkotmányos berendezkedésük az egy időtálló dolog, mert egyelőre megóvta őket a nagy bajoktól. Hát ezt lassan szerintem felülbírálják azért. Elérkeztünk most a könyvhöz, ami az apropóját adta a mostani beszélgetésnek, Európa zárójelben. Így van. Már maga a cím is nagyon sokat mondó. A Gyuri atyának is válaszolok ezzel, hogy tehát nem csak vallási, teológiai és filozófiai kérdésekről írt Molnár Tamás, hanem nemzetközi kapcsolatokról is. Tehát ez a könyve, aminek az apropóján most beszélgetünk, ez nemzetközi kapcsolatok elméletéhez szól hozzá. És a vezér gondolata az, hogy Európa azért került zárójelbe, mert keletről átölelte a szovjet típusú bolsevizmus, nyugatról pedig az amerikai típusú liberalizmus. Tehát két olyan ideológia, amelyeknek a magvai Európából származnak, de idegen talajban szökkentek szárba, ott váltak veszélyessé, és végül leigázták Európát két irányból. De elképesztően le is csúsztunk, mondjam azt, mert Európához tartozunk. Hát a világgazdaságnak korábban azt hiszem a 15%-át lehetett Európához kötni, most meg már csak a 7%-át. A szabadalmi bejelentések száma több ezer volt még 20 évvel ezelőtt, most már minimálisra csökkent, és most Kínában van ennyi bejelentés, és sorolhatnám, a nagybankok elmentek, a gazdaság különböző nagyvállalatok elmentek, úgyhogy Európa igen nagy bajban van most. Gazdaságilag is, nem beszélve a lelki bajokról és a, hogy úgy mondjam, a filozófiai alapokról, ott viszont a teljes bomlást láttam én eluralkodni. Igen, a jósolni nem nagyon szeretek, főleg nem a jövőt illetően. A lelki megújulás az alapvetően olyan dolog, ami igazából nem rajtunk múlik. Mi mindent meg kell, hogy tegyünk, tehát hiteles életet kell, hogy éljünk, annak érdekében, hogy ne panaszkodhassunk másokra, tehát ne a társadalmat panaszoljuk fel, hogy általában egy rossz működik, hanem nekünk kell a saját életünkben megvalósítani az elveinket. De ezzel nem tudjuk a történelmet megfordítani. Azért ott sokkal nagyobb erők működnek. Ez biztos. Ami pedig a gazdasági és a politikai felbomlást illeti, ott Molnár Tamás úgy látja, hogy annak az előbb említett okokon túlmenően, vagy azokból fölépülve kialakult egy olyan rend, amelyik az önállításon alapul. Tehát Kelet-Európában, Kelet-Európában mi nem volt lehetőségünk, hogy reflektáljunk a saját sorsunkra, mert már mentünk is az Andrássy út 60-ba. Nyugat-Európában teljesen más volt a helyzet, ott a szétbombázott kontinenst az amerikai pénzből építették újjá az amerikaiak. Cserében mi behódoltunk nekik szellemileg, és lemondtunk a történelem értelmezésének az önálló jogáról. Tehát átvettük azt a narratívát, hogy van valamiféle haladás, valamiféle fejlődés, ami úgy megy előre, egy liberális utópia felé tartunk, és ha valaki ezt nem érti, hát akkor a szegényke butuska, hogy a történelme az el fogja taposni. Hát most, nem, hogy Putyint eltapossa vagy sem, azt nem tudjuk még megítélni. Kína nem úgy tűnik, mint a virettentően el lenne taposva. És Molnár Tamás ezt fejti ki, mikor írta ezt a könyvet? Ez a könyv, ez olyan írásokat tartalmaz, amelyek a hidegháború végén születtek. Tehát eszék vannak főleg, vagy igen, hosszabb ezek írások. Nagy eszék, folyóirat eszék vannak egymás után szerkesztve, és az euró bevezetése előtt, sőt, bocsánat, nem vagy az euró bevezetése, hanem tehát még a Maastrichti szerződés aláírása előtt születtek, de már a Szovjetunió bomlása idején, tehát 90-91
körülbelül ezek az évek. A rekord jelentek meg nyomtatásban, de nyilván ezek a szövegek régebb óta érlelődnek. És ami a döbbenetes bennük, hogy előrelátott 30 évvel. Most 2022 van. Melyikünk merne jósolni 2052-re, hogy milyen a nagyhatalmak, melyik merre fog lépni. Ő pedig megmondta előre azt, hogy a nemzetállamok, mint olyanok, azok háttérben vannak szorulni. Az Egyesült Államok létrehozta ezt az NGO hálózatot, meg alapítványok, think tankek és egyebeknek a egész világra kiterjedő soft power eszközrendszerét, hogy azok támogassák az ő külpolitikáját, és ezek le fogják dominálni az amerikai politikai elitet. Tehát ma már az a legfontosabb döntések itt születnek meg ezekben a hatalmi központokban, és az amerikai politikai elit az a szolgáló leányává vált ennek. Ezt Molnár Tamás megmondta már akkor, amikor az amerikai globális hegemónia még éppen csak kialakulóban volt. Tehát az, ami most dől össze 2008 óta, az még csak kialakulóban volt, amikor ő már előre megmondta, hogy ezt az ívet be fogják szépen futni. Tehát egy zseniális emberről beszélünk, érdemes olvasni őt. És szabad így mondani, hogy lát a pályán, tehát az nyilván biztos. Már egy pár ilyen jelenség megmutatkozott. Nem tudom, hogy Zbigniew Brzezinskinek a kijelentésével foglalkozott-e, hogy ugyebár... A nagy saktáblán? Azokkal is, meg ugye Brzezinski azt mondta, hogy az automatizáció, meg akkor még gyerekcipőbe jár automatizáció, a gépesítés, technológiai fejlődés oda fog vezetni, hogy egyre kevesebb embernek lesz munkája, egyre több lesz a szabadidő, és le kell kötni az embereket. És hát akkor valamivel lekötik, hát milyen olyan szórakozásokkal, sporttal, szexel, erőszakkal, és ebből jöttek ki aztán különböző mozgalmak, meg hát az egész ipar, egész szórakoztató ipar, amit az amerikai soft power, vagyis a puha erő, a kulturális behatásnak az ereje vezérelt. Talán még ma is ez vezérli. Ha így konkrétan ezt a kérdést tudomásom szerint nem érinti, de magát a nagy képet, amiről beszélsz, igen, azt abszolút, az teljes mértékben. Az érdekes, vagy az lenne a kérdésem, hogy mennyire látta annak idején a jövőt, most mennyire látja? Tehát, hogy mi lesz 20 év múlva, vagy? Ez egy jó kérdés. Egyébként ő nem évszám szerint jósolt. Tehát nem azt mondta, hogy 2020-as években mi várható, hanem azt mondta, hogy ez a tendencia így és így fog kibomlani. És én azt látom, hogy nagy vonalakban egyáltalán nem tévedett. Apróságokat benézett például. Azt gondolta, hogy a szakszervezeti mozgalom az nagyon meg fog erősödni. Ez nem következett be, tehát a politika meg a szervezetbűnözés az ledarálta ezt a műfajt, ez nincs. De tényleg igazából egészen apró dolgokat tudnék most mondani. Azt is megmondta, hogy a britek, ők az európai integrációnak a kerékkötői lesznek egy idő után. Aztán alá becsülte a nyugat-európai elitnek a cinizmusát. Tehát úgy gondolta, hogy ez a keleti bővítés, ez egy sokkal jobban elhúzódó folyamat lesz. Azt hitte, hogy még ennél is tovább fognak minket előszobáztatni. Megjegyzem, ezt mi nagyon hosszú előszobáztatásnak éreztük a 90-es években, mire 2004-ben fölvettek minket, de a magyar politika nagy válteszei, tehát Csurka István és mondjuk Molnár Tamás, ők egy jóval későbbi időpontra jósolták, mert pusztán az anyagi érdekeiből indultak ki Európának. Most nem az előszobában, most a hátsó udvarban vagyunk, tehát... Igen, majdnem mindegy. Igen, mondhatjuk is, hogy Nyugat-Európa most megfizet azért, amiért minket túl hamar vett be, mielőtt megtörte volna a gerincünket, igen, és mi is mondhatjuk, hogy megfizetünk azért, amiért naivak voltunk a 90-es években, és elhittük, hogy Nyugat-Európa egy jobb hely, mint a világnak bármely más pontja, és hogy becsületesebbek, meg igazságosabbak az emberek. Egyébként nagyon vicces, Molnár Tamás Talleyrandt idézi ezzel kapcsolatban, még a könyv eleje fele azt mondja, hogy a nemzetközi kapcsolatokban az önzés semmit nem változik. Ami változik, az a képmutató fecsegés, ami elfedi ezt az önzést. Igen, és akkor itt jöhetünk, kíváncsi lennék, nagyon érdekes lenne vele beszélgetni most, hogyha ő... Talleyrandt? Nem Talleyrandt, hanem Molnár Tamással, aki rendkívül izgalmas gondolatokat foglalt össze.
Hát sajnos nem él már, de az, mikor halt meg pontosan? 2010 nyarán. Igen, hát már elég régen, igen. Foglalkoztunk vele, mert a hagyatéka az a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárába érkezett, és akkoriban én ott voltam, úgyhogy követtem ezeket a hagyatékkal kapcsolatos tevékenységeket. De most arra gondolok, hogy mit szólt volna ő ahhoz, hogyha én azt mondom, hogy hát teljesen elfogadom és igaznak tartom Churchill, állítólag még korábban Palmerstonnak a kijelentését, miszerint Angliának nincsenek barátai, Angliának érdekei vannak. És hogyha ezt valaki nem veszi figyelembe, akkor elkezd moralizálni, és van az az elképesztő képmutatás, ami most Nyugat-Európát jellemzi. Ez így van, azzal a kiterjesztése, hogy ez nem csak Angliára igaz, hanem minden nemzetállamra igaz, hogy nem barátai vannak, hanem érdekei. Anglia annyiban más, vagy mondjuk így, hogy az angol száz államok annyiban mások, hogy a saját érdekeiket univerzális köntösbe öltöztetve terjesztik a világban. Tehát nem a nyers erőre és a személyes érdekekre hivatkoznak, hanem arra, hogy a demokrácia náluk éppen aktuálisan létező formája az miért a legjobb a világon. És mindenkinek kötelező ezt követni. Tehát nagyon érdekes, most hallottam egy konzervatív, amerikai konzervatív, tehát republikánus politikusnak a nyilatkozatát, akivel beszélgetünk, rá mutatott a kérdező, a riporter különböző azonosságokra, a családot támogatjuk ugyanúgy itt Magyarországon a nemzeti elgondolást és így tovább, de azt mondja, ők azért ragaszkodnak ahhoz, hogy Amerikának kell megmondani, hogy merre az előre és milyen kultúra legyen, mert hát ők a vezetők, tehát mindenki őket kellene, hogy kövesse. Igen, ezen a vélemény engem egyáltalán nem lep meg. Azzal együtt viszont nekünk magyaroknak is érdemes elgondolkodni rajta, hogy milyen világrendben szeretnénk élni, hogy azt kidominálja, mert nem mi fogjuk innen a Kárpát-medencéből, az esélyes. Inkább a kínaiak hegemóniája alatt akarunk élni, vagy inkább az amerikaiak alatt. Hát én azért mondanék egy harmadik megoldást, hallottam is most nem régen, hogy és erre vonatkozóan én csak egy történelmi könyvre hivatkoznék, amit Brian Cartledge, egykori budapesti brit nagykövet írt, az a címe, hogy megmaradni. Tehát a magyaroknak én úgy érzem, talán a többi nemzetnél sokkal erősebben az a vágyuk, hogy a magyar kultúra fennmaradjon. És ezért nagyon sok mindent áldozni is hajlandók vagyunk. Tehát ebből az következik, hogy mi nem akarunk sehova se tartozni. Tehát ide is, meg oda is, tehát egyensúlyozni a különböző hatalmak között, ezt most eléggé lehet látni a magyar külpolitikában. Ez igen, régóta ez a problémánk. Az a kérdés, hogy aki aktuálisan az országot vezeti, ő mennyire tudja jól felmérni ezeket az egyensúlyokat. Igen, igen. Hát ugye a politikát igyekszik mellőzni a filozófiai beszélgetésekben, de bizony hát a kultúrából vezethető le nagyon sok minden, és ezért hálásak lehetünk Molnár Tamásnak, hogy magyar létére, ugye ő elvándorolt a másik kontinensre, és ott bele dolgozta magát az amerikai kultúrába, gondolkodásba, és rengeteg nagyon fontos gondolatot tudott megfogalmazni, ami nekünk ma Magyarországon is hasznos, és hát remélhetőleg a következő nagyon-nagyon izgalmas és hát egyesek szerint vészterhes időkben segítségünkre lesz a kibontakozásban. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget.